A kékmezes Tahi Tótfalu Pomázra látogatott a megye 4-es labdarúgó bajnokság nyugati csoportjának 8. fordulójában. Pomáz a 4. Tahi Tótfalu a 7. helyről várhatta a mérkőzést. Míg a hazaiak 2 győzelem, addig a vendégek 2 vereség után léphettek pályára Pomázon. Eléggé ellentétes formát mutat tehát a két csapat, itt azonban nem büntető, hanem gól, méghozzá vendéggól, a 9. percben Pető Bence volt eredményes. A Tahi Tótfalu nagyon gyorsan megpróbál rácáfolni arra, hogy melyik csapat is van jobb formában per pillanat. Előnyhöz juttatja a vendég együttes. 20. perc, Bábolnai Dániel elé kerül a labda, ő pedig nem teketóriázott túl sokat, kilőtte a jobb felső sarkot. Hát az a Pók család, ami esetleg ott anyázott az ősszel, az minden bizonnyal elhunyt. Gyönyörű gól, a megye 4-es bajnokság. Őszi szezonjának hát talán egyik legszebb találata volt ez Bábolnai Dánieltől. Megyünk azonban tovább, Tahi Tótfalu is megy tovább. Ez azonban már a 3. gólja a vendégeknek, Katona András a 44. percben volt eredményes. Szalai Ádám 5 perccel korábban lőtt góljáról sajnos lemaradtunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem történt meg. 3-1-re vezet. Tehát Tahi Tótfalu. De még az első félidőben a vendégek igyekeznek tovább növelni az előnyt. Ez pedig a Csékának, nem a Cserepad királyának, hanem a csapatkapitánynak, Virok Viktornak sikerült. 4-1-el fordultak tehát a csapatok. 45 perc játék után. Na, tehát akkor ki is van jobb formában? Tahi Tótfalu vagy Pomáz? Érdekes ez a bajnokság. Büntető, méghozzá hazaiak végezhették el. Margesu Richárd azonban látnoki képességeit használva nagyszerűen védett. Maradt tehát a 3 gólos Tahi Tótfalui előny. Hát a hazaiaknak még 11 méterről sem megy, ellenben 24 méterről megy. Érdekes csapat Pomáz. 50. perc, Virok Viktor pedig megszerzi a bajnokságban a 7. gólját. Ezzel ő torony magasan Tahi Tótfalu legeredményesebb labdarúgója, és 5-1-re módosítja nem mellesleg az állást. A 88. percben pedig Szalai Ádám beállította a végeredményt, Tahi Tótfalu lemosta a pályáról Pomázt. Hát azt gondolom, hogy kisebb meglepetésre, és ezzel fellépett a tabellán a 6. pozícióba. Pomáz egyébként maradt a 4. A csoport másik érdekelt, számunkra érdekelt csapata Visegrád 2-1-re legyőzte Pervált, és ezzel a 2. helyen áll veretlenül a bajnokságban. A 9. fordulóban majd Tahi Tótfalu Nagykovácsit fogadja, Visegrád pedig Ürömre látogat.